Hatos napi rendi pont, döntés Duhaj Benjamin helyi természetvédelmi terület kialakítására vonatkozó kérelmével kapcsolatban. Ugye itt egy megkeresés történt felénk, hogy szeretnének valaki úgy tudja esetleg a városréti, a településnek a városréti részén egy ilyen tájvédelmi területet kialakítani, ami szerintem sok-sok hektár terület, ha jól tudom, több száz hektárnyi terület. Ugye tudtuk azt, hogy itt már ilyen védett orchideafélék vannak, egyébként ökológiai folyosó is van azon a részen, és hogy szeretnének ott egy ilyen természetvédelmi területet kialakítani. Egyébként Monori erdőn, a Bogárzónál épp most zajlik egy ilyen természetvédelmi területnek a kialakítása, csak ők már egy jó pár évvel előttünk járnak ebbe a dologban. Itt az volt a képviselő, vagy a bizottságnak a döntése, a Városfejlesztés Pénzügyi Bizottságnak, hogy meg kell azt vizsgálni, hogy ennek a természetvédelmi területi nyilvánításnak milyen költségei vannak. Nyilván kit fog terhelni a költség, nekem van azért erre egy érzésem. Illetve az, hogy azoknak az embereknek, akik azon gazdálkodnak és azon legeltetnek, vagy kaszálnak azon a területen, azoknak a tevékenységét mennyire fogja gátolni. Mert hogyha mondjuk korlátozva lesz az, hogy mondjuk ő hányszor tud kaszálni azon a területen, vagy legeltetni, az nyilván neki majd csökkenti annak a területnek az értékét. Úgyhogy az a gondolat, hogy nyilván ezeket figyelembe kellene venni, és ezek alapján kellene elindulni. De én azt gondolom a bizottsági ülés alapján, de hát a képviselőtársaim is elmondhatják erről a véleményüket, hogy azért nem lenne rossz, ha nyilván lenne Monoron egy ilyen természetvédelmi terület, de azért ne az legyen, hogy ellehetetlenítjük vele a gazdákat, akik ott dolgoznak. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés észrevétel? Ilyet nem látok, akkor én a Városfejlesztés Pénzügyi Bizottságnak a határozati javaslatát tenném föl szavazásra. Aki ezt el tudja fogadni, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm, 11 igen szavazattal a képviselőtestet egyhangulag elfogadta. 8-as napi rendi pont, az óvodák maximális csoportlétszámainak meghatározása. Ugye itt a maximumot, tehát a plafont határozzuk meg. Tehát azt a maximum létszámot, amennyit fel lehet ugye venni az óvodáinkba. Az Emberi Erőforrások Bizottsága tárgyalta, határozatot is hoztak, és kérdésem az lenne, hogy a bizottság elnöke kívánja ezt esetleg, de kívánja, akkor megadnám a szót Sinkovics László elnök úrnak. Polgármester, én kívános vagyok. Úgy gondolom, hogy a múltkor is emeltük a létszámot, és mindig megy az aggodalom, de ezek az adatok is bizonyítják, hogy hála jó Istennek azért nő a gyermekek száma a városunkba, és ugye egyfelől ez egy visszaigazolás, hogy most már lement a választás, nyugodtan beszélhetünk, mert nem fogják azt mondani, hogy kampány van, hogy bölcs döntés volt az, hogy a Vásártérre egy új óvodát tervezünk, tehát azt hiszem, hogy ez az előremutató gondolkodás is itt számok tükrébe is bizonyítást nyert. Köszönöm. Elnök úrnak. Igen, mert itt ugye az új óvodánál még két további csoportszobával bővül majd a városban a férőhelyeknek a száma. Illetve azt gondolom, hogy azzal, hogyha a gyereklétszám nem is nő tovább ennyire dinamikusan, azért a szakmai munkát tudjuk azzal emelni, hogy a csoportlétszámokat esetleg egy kicsit tudjuk csökkenteni, mert ugye az a nagyon fontos, hogy a szakmai munkához azért nyilván sokkal ideálisabb egy 25-26 vagy 25 fős csoportba dolgozni, mint egy 30 fősbe. Itt vannak körünkben az óvodáink vezetői is, nem tudom, kívánják kiegészíteni esetleg a előterjesztéshez, vagy hozzáfűzni való, még kevesebb legyen, vagy több. Jó, hogyha nincs ilyen, akkor sorba szavaztatnánk, ha a képviselőtársaimnak nincs további hozzászólása, észrevétele. Először a 111-es határozati javaslat keretein belül a Monori Kossuth Lajos
óvodáról szavaznánk. Aki ezt el tudja fogadni, kérem az igen gomb megnyomására jelezze. Köszönöm, 11 igen szavazott a képviselőtestet egyhangulag elfogadta. A 112-es határozati javaslaton belül a Monori Teszvesz óvodának a maximális csoport létszámairól döntenénk. Aki ezt el tudja fogadni, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm, 11 igen szavazott a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. A 113-as határozati javaslaton belül a Monori Petőfi óvodának a maximális csoport létszámairól döntünk. Aki ezt el tudja fogadni, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm, 11 igen szavazattal a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. A 114-es határozati javaslaton belül a Monori Petőfi óvoda Mesevár telephelyének maximális csoport létszámairól döntünk. Aki ezt el tudja fogadni, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Tizenegy igen szavazattal a képviselőtestület egyhangulag elfogadta, és a 115-ös határozati javaslaton belül pedig a Monori Napsugár óvodának a maximális csoport létszámairól döntünk. Aki ezt el tudja fogadni, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm, 11 igen szavazatta a képviselőtestet egyhangulag elfogadta. 13-as napi rendi pont, főző és tálalókonyhák eszközbeszerzési igényei. Ugye itt ahhoz képest, amit itt a bizottságon tárgyaltak, pontosabban már a bizottságon is szó volt róla, a Városfejlesztés Pénzügyi Bizottságon, hogy az új megnyíló speciális óvodába is ugye mi fogjuk ellátni a közöttkeztetési feladatokat, ezért ott a tálalókonyhában nekünk is van egy kis feladatunk annak a berendezésébe. Ugye itt melegítőt fogunk venni, meg egyéb más ilyen kiegészítő eszközöket, amire már be is kért az intézmény árajánlatot, és ez 1,5 millió forintot fog majd jelenteni, plusz ez a 6 millió forint költséghez. Tehát ezzel együtt kell majd elfogadni a határozati javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat, elnök urat, hogy van-e kérdés észrevétel esetleg, vagy hozzászólás a napi rendi ponthoz. Ilyet nem látok, akkor én a Városfejlesztés Pénzügyi Bizottságon a 218-as határozati javaslatát tenném fel szavazásra kiegészítéssel együtt. Aki ezt el tudja fogadni, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze. Tizenegy igen szavazatta a képviselőtestet egyhangulag elfogadta. 16-os napi rendi pont, zárszámadást követő fejlesztési döntések. Ugye itt volt egy táblázatom. Városfejlesztés Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Ugye itt több olyan dolog is fel lett sorolva, amit a képviselőtestület már megvitatott többször, és gyakorlatilag most arról kell döntenünk, hogy melyikek lesznek, amit most kiválasztunk és első körbe elindítunk. Amik itt nagyon fontosak, ugye az egyik az a 80 millió forintos költség a könyvtárfűtésének a korszerűsítése, tehát gyakorlatilag a könyvtárnak a fűtése az olyan rossz állapotban van, hogy ott mindenféleképpen meg kell lépnünk ezt a dolgot, és úgy kell ugye már magát ezt a versenyeztetést is majd lebonyolítanunk ezzel kapcsolatban, hogy később ugye elszámolható legyen a Top Plus pályázat keretein belül majd ez a könyvtárnak a fűtés korszerűsítése. Jó, igen, és akkor itt úgy kellene itt ezt meghatározni, hogy ezt a feladatot akkor már átadjuk most a Városfejlesztő Nonprofit Kft-nek, ugyanis nem mindegy az, hogy hogyan lesz majd a közbeszerzés lebonyolítva, mert hogyha nem megfelelő, akkor nem fogjuk tudni elszámolni ezt a 80 millió forintot, és akkor elszáll a levegő. Pontosabban nem száll a levegőbe, mert nekünk, akkor nekünk igen, ezt majd ki kell fizetni.
Akkor a Kövál esetében a 30 millió forint, ugye, ami ennek a csarnokoknak a megépítéséről szól, azoknak ugye folyik jelenleg a tervezése, és akkor nem sokára szerintem már majd az engedélyeztetési eljárás is elkezdődik, hogyha kész lesznek, és itt 30 millió forintot tettünk félre arra, hogy ennek a két csarnoknak a két csarnok meg tudjon épülni. És ugye van egy másik nagy projektünk, ugye a TOPLUS pályázaton keretein belül ugye a Teszve szobodát szeretnénk a Vásártéren felépíteni, és eddig a tervezői nagyjáboli költségvetések szerint azért, hogyha 8 csoportszobát akarunk, akkor itt nőhetnek a költségek, és nyilván erre próbálunk majd tartalékolni. Eleve a magán a kötvényünkön még mindig van 312 millió forint, és azt tervezzük, vagy azt szeretném elfogadtatni a képviselőtestülettel, hogy azt a pénzt, ami még be fog folyni nekünk a külterületi utakból, mert ugye ott csak az egyik felét fizették ki, és gyakorlatilag előfinanszíroztunk 149 millió forintot, úgyhogy ha megérkezik az a 149 millió forint, azt csapjuk hozzá a kötvényhez, tehát kössük le, illetve még ha minden igaz, 80 millió forint ugye itt az előkészítésből is visszajön, amit szintén ugye már elköltött. Lehet, hogy évek alatt, de vissza fog jönni, és akkor azt is csapjuk majd a kötvényhez. Kérdezném a képviselőtársaimat, van ehhez kérdés, esetleg elnök úr részéről valamilyen kiegészítés. Ha nincsen, akkor én a Városfejlesztés és Pénzügyi Bizottságnak a 222-es határozati javaslatát tenném föl szavazásra, aki ezt el tudja fogadni, az igen gomb megnyomásával jelezze. Köszönöm, 11 igen szavazattal képviselőtestet egyhangulag elfogadta.